Budapesten vagyunk a Nemzeti Lovardában, ahol egy 4 napos nemzetközi diugrató versenyen veszünk részt, a Gróf Széchenyi István emlékversenyen. Janik Annával beszélgetünk, aki néhány perccel ezelőtt megnyerte a 25 év alatti versenyzők nagydíját. Gondolom most boldog vagy és elégedett a teljesítményeddel. Természetesen szeretem volna minél jobban teljesíteni ezen a versenyen, de ezzel a győzelemmel így abszolút elégedett vagyok az én és a lovam teljesítményeivel is. Hogy sikerült itt a verseny a 4 nap alatt? Esetleg számítottál a győzelemre már a nap folyamán, vagy a nap előtt? Én úgy láttam, hogy az első 2 nap után kifejezetten jó formában volt a lovam, hiszen a csütörtök és a pénteki versenyen is sikerült 3. helyezést elérnünk. Természetesen ebben a sportban mindig rizikós, és nem tudni, hogy milyen formában leszünk aznap, de abszolút jól sikerült. Milyen volt ez a mai nap? Olyan 40 körüli mezőny volt itt a döntő napon. Milyen volt a mezőny? Ugyanaz a mezőny volt, mint az első 2 nap során is. Úgy vettem észre, hogy mindenki ma próbálta még az addigieknál is jobb teljesítményét nyújtani, és erre kicsit számítottam is, úgyhogy én is próbáltam a legjobbat kihozni a párosunkban. És mit gondolsz a versenyhelyszínről? Hogy érezted magad itt? Milyenek voltak a pályák nehézségei? Én a pályáknak a nehézségét abszolút megfelelőnek találtam, mivel ez egy nemzetközi verseny, természetesen nehezebb feladatokkal találkozunk benne, mint egy sima hazai versenyen. Viszont azt gondolom, hogy abszolút a mezőnynek volt építve, és nem voltak benne olyan csapdák, ami esetleg veszélybe sodorhatták volna a párosokat. De általában mindannyian jól érezzük magukat, hiszen egy csodálatos versenyhelyszín, nagyon modern és nagyon tiszta. Ha jól tudom, akkor a kezdetektől fogva része vagy a talent programnak, mit gondolsz, hogy ez mennyiben járul hozzá a te pályafutásodhoz, miben segít ez neked? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam a talent programtól, amit leginkább szeretnék kiemelni az, hogy én azt gondolom, hogy ezen keresztül volt lehetőségem bekerülni a nemzeti válogatottba, hiszen én először jelentkeztem a talent programba, és ott találkoztam olyan edzőkkel, és ott kaptam olyan tanácsokat, amik lehetővé tették, hogy elinduljak nemzetközi versenyeken is. Külföldön is próbálgatod már a szárnyaidat, dolgoztál, dolgozol külföldön is. Hogyan tervezed a pályafutásodat a közel és távolabb jövőben? Valamikor a jövőben én mindenképp el szeretnék tölteni egy huzamosabb időt külföldön, hiszen szerintem rengeteg dolog van, amit az ember ott meg tud tanulni, és meg is kell tanulnia, hiszen egyre több erős és profi páros van ebben a sportban. Viszont fontosnak tartom azt is, hogy az itthoni karrieremet folytassam. Szeretnék egyszer a jövőben a felnőtt válogatottba is majd bekerülni. És mit teszel ezért, hogy a felnőtt válogatottba kerülj? Most hol készülsz fel, kivel edzel, milyen lovakon? Elsősorban édesapámmal edzek, már a kezdetektől fogva, és különböző tulajdonosoknak a lovaival versenyzek. Ugye, akivel most sikerül győznünk, Kasztéró, ő Konzferencnek a lova, és az ő támogatásában van nálam 4 ló is, úgyhogy ezúton is köszönöm neki, hogy alkalmam van ezeket a jó lovakat lovagolni, és ezen kívül még csikók is vannak az istálónkban, akikkel rendszeresen versenyzem, és gyakorolom azt is, hogy milyen fiatal lovakat lovagolni. Na most akkor itt egy rangos nemzetközi versenyen egy sikeren vagy túl. Hogyan tovább ebben a szezonban? Mik a tervek, mik a célok? A következő fontos és kiemelt nemzetközi verseny az a bábolnai nemzetközi lesz. Ez egy válogató verseny is az utazó keret számára, ezért is egy fontos verseny. Azon kívül pedig szeretnék minél több nagy nemzetközi pályát lovagolni, hogy ezt is gyakoroljam. Tehát ha jól értelmezem, akkor ez egy válogató verseny lesz a spanyolországi Európa-bajnokságra, tehát akkor erre készülsz? Igen, ott szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani.